Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Végre nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal, a kezében van ez a bot, és az jelképezi a tűz elemét, mint ahogy itt látható a képen. Az jelenti a mozgást, előre mennek az események, jelenti a bátorságát, a lelkesedését, és a tüzes testi kapcsolatot is. Amire ez a ló utal, hogy itt mozgás lesz, ő közeledik hozzád. Esetleg jelentheti ez a kép a sportot, vagy utazásokat, vagy egy autó vételét. A következő kártya mutatja azt, hogy mit gondol rólad, vagy mit tervez. Itt ezen a képen te vagy látható, és itt elfoglalod a helyedet, hiszen ez a te trónod. Tehát ott vagy az ő gondolataiban, a szívében, az érzelmeiben. És itt tényleg érzelmekről van szó, mert te, mint egy királynő, uralkodsz a víz eleme felett, ami itt a képen látható is. A víz eleme jelképezi az érzelmeket. Ő biztos a dolgában, tudja azt, hogy te szereted őt. Itt vannak érzelmek, és ez foglalkoztatja őt most a gondolataiban. Most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt látható ez a varázsló, és itt megvan köztetek ez a mágikus vonzalom, ez a varázslatos kisugárzás. Jelenti a hitét is, hiszen hisz a jövőben, hisz ebben a párkapcsolatban. És mit közöl veled, erre utalnak itt a következő kártyák. Itt a képen látható egy szerelmes pár, ott ülnek ezen a padon, és ez jelképez téged és őt. De, ahogy a kép mutatja, a háttérben ott van ez az ördög. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok is. Viszont lehet egy gonosz személy a háttérben, aki figyel benneteket. Itt ezen a képen az ötös szám szintén a külső befolyásokra utal. De itt az anyagiakról van szó. Az lehet, hogy valaki kihasználja őt, vagy követelőzik, de azt is jelentheti, hogy ő most boldogtalan a munkahelyén, vannak veszteségek, és keres egy új irányt, egy kiutat, és lesz itt egy munkahelyi változás. Ami viszont az érzelmeket illeti, az itt jelenik meg ezen a képen, hiszen erre utalnak a kelyhek. Itt a vágyakról, a reményekről, az álmokról van szó. Minden kehely utal egy elképzelésre, egy álomra, itt vannak a kelyhek ebben a szekrényben. Ez eddig zárva volt, hiszen nem beszélt ő a terveiről, vagy az álmairól, nem beszélt érzelmekről, de jelenleg nyitott erről beszélni, és itt kinyílik ez a szekrény számodra, ez láthatóvá tesz mindent. Ami ezt a kártyát illeti, a múltban volt vihar, dörgött az ég, villámcsapás volt, így élted át vele a kapcsolatot az elmúlt hetekben vagy hónapokban, de ez a vihar most elmúlik. Az ugyan igaz, hogy esik még az eső, de ennek a virágnak szüksége van erre,
és ennek az a szimbolikus jelentése, hogy köztetek tisztázódik valami, rendeződnek a dolgok, és itt kivirágzik, ez a növény feláll újra, mutatja a szépségét, és így fognak alakulni a dolgok kettőtök között. Itt látható a szív, tehát itt szerelemről van szó. Valamit kell még tisztázni, de mindketten erőt adtok egymásnak, itt felálltok, és szembenéztek egymással, tudtok érzelmekről beszélni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!